most együtt bontsuk fel. A számlát úgysem veszíthetjük el, most mégis rejtsük el. S mint szelíd kéz a lázas gyermek forró homlokán, mint rossz álom, ha felriaszt és oda bújsz hozzá, olyan jó, 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 de mond, hány perc az ünnep? Ó, mond, 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 meddig tart. Tisztelt Csernátoniak, hálát kell adjunk az Úristennek, hogy megérhettük a 2011-es év adventjét. Így az év végéhez közeledve, a karácsony szent ünnepének küszöbén, ha visszatekintünk az eltelt 12 hónapra, hogy községszinten mit sikerült megvalósítsunk a terveinkhez képest, akkor megelégedetten kell visszatekintsünk ezekre a hónapokra, hogyha számba vesszük azokat a megvalósításokat, amelyeket terveztünk, és sikerült az eltelt időben elvégeztessünk. Ahhoz képest, hogy egy nehéz gazdasági év volt úgy az országnak, mint egész Európának, Csernáton községben ebben az évben sikerült elindítsuk és kivitelezzük egy piacnak a megvalósítását, megépítését. Ugyancsak ebben az évben elkezdődött a csatornázásnak, a kanalizálásnak a kiépítése. Szintén ebben az évben sánc építést végeztettünk el a sportcsarnoktól a múzeum felé vezető hídig. Középületeinkben javításokat végeztettünk a kultúrotthonban közösen a megyei tanáccsal. A székház épületét tataroztattuk, javítottuk. A felsőcsernátoni Bot Péter óvodánál bővítést végeztettünk el, két szép termet sikerült átadjunk az óvodásoknak ez év végén. Az alsócsernátoni Végantal általános iskolának az eső csatornáit és a tetőjavítását végeztettük el. És hát nem utolsó sorban fontos a község számára, hogy a megyei vízügynek, megyei tanácsnak és a megyei vízügynek a jóvoltából Csernáton patak mederét az egészen az Ikavártól a belsőségnek a befejezését, vagyis a Fenek utcáig sikerült azt hiszem egy olyan munkálatot elvégeztetni, amely még eddig sohasem sikerült, amióta azt hiszem ez a patak létezik, és ami nagyon fontos, hogy ez a munkálat folytatódik le a külsőség határában is egészen a Fekete ügyig, vagyis Csernáton adminisztratív határában végig. Ehhez még egyszer köszönetemet szeretnénk kifejezni Kovács Ödön igazgatónak, mivel az ő kemény hozzáállásával és jó szándékából sikerült ezt a munkát befejeztessük, megcsináltassuk Csernáton patakában. Ugyancsak munkálatokat, vagyis javítási munkálatokat, restaurálási munkálatokat végeztettünk el az Ikavárnál az öreg toronyban, és ami a közösségnek, a községnek nem kevésbé fontos, hogy egy útgyalut sikerült vásároljunk, amelynek úgymond az eredményét még ebben az évben nem láttuk, mivel az év végén sikerült megvásároljuk, de a következő években biztos, hogy nagyon fontos és nagyon hatékony eszköz lesz a község utainak a feljavításában. Úgy szintén egy vállalkozónak az ide telepítésével, ide csalásával sikerült egy szitásmalmot elindítani a volt felsőcsernátoni TSZ-nek a helyén. Tovább folytatottak a 32 lakrészt magába foglaló elkészítő lakásoknak, ifjúságnak szánt lakásoknak a munkálatai, a szűkös év ellenére sikerült, úgy gondolom, hogy egy siker és egy kellemes falunapot szervezzünk a nyár folyamán, valamint az év kezdetén egy nemzetközi disznóvágást, ahol jelen voltak partnerkapcsolatunk, testvértelepülésünk küldöttei, és hát ugye a felső háromszékből meghívott csoportok. És ami
nem nagy érték, de próbáltunk kedveskedni most éppen a napokban az iskolásainknak, óvodásainknak, és hát a 80 év fölötti időseinket látogattuk meg, és próbáltuk megajándékozni a helyi tanács által megszabott összegből előállított ajándékcsomagokkal. Hát ez úgy nagyon dióhéjban, azok a megvalósítások, amelyeket sikerült a 2011-es kalendarisztikus évben elvégeztessünk, és hát azt szeretném és azt kívánnám a lakosságnak, hogy ezeket a megvalósításokat a következő években mindenki jó erőben, egészségben tudja használni és hasznosítani. Mindenkinek szeretném megköszönni azt a megértését, amivel ugye ez a csatorna hálózatnak a kiépítése okoz gondot a közlekedésben, de próbálunk azon a megoldásokat keresni, hogy a forgalmat úgy tudjuk elirányítani, hogy ne legyenek különösebben forgalmi problémák, forgalmi gócok, de még egyszer mondom, hogy szeretném, hogyha köszönöm szépen eddig is, és szeretném a továbbra is ugye a munkálat folytatásánál a lakosságnak a megértését, és hogy a következő évnek a végén eredményesen és tényleg hatékonyan látnánk ezeknek a munkálatoknak az elvégzését és az átadását. Én mindenkinek most az év végén kellemes karácsonyi ünnepeket és erőben, egészségben, békességben gazdag 2012-es évet kívánok. A béke nehogy végleg elfelejtsd, üzen, hogy létezik. Mondd meglepe, ha átnyújtom neked az ünnep perceit. Csak félre kapcsolt csengetés, ha drága hangot válsz, vagy régi zsebben maradt pénz, mit szűk napon találsz. Ó, mond, mit ér az ünnep? Ó, mond meg.